Az elmúlt idényben téglásan játszotta mérkőzéseit az Újfehértó SE. A következő hazai meccset augusztus 19-én a Nyírmegyes ellen azonban már ezen a felújított, élőfüves nagypályán rendezik meg. A sportközpont több ütemben készült el. Ez 2016-ban egy kormányhatározattal kezdődött. Az első ütem elkészülése után 2021-ben újabb kormányhatározat született, amely szerint a teljes megépítés támogatásban részesül. Ez azt jelenti, hogy az első ütem után a második ütem itt az újfehértói focipályán, a Debreceni úton valósult meg, összesen mintegy 841 millió forintot csoportosított át a kormány ezen beruházásra. Megindult a kivitelezés 2022. júliusában. A Strabag ZRT kiváló munkát végzett, amelynek eredményét most láthatjuk. Szép NB1-es szintű futballpálya. Ez magába foglalja a 68x105 méteres élő füves nagypályát kapukkal, szögletzászlókkal, két darab nagy teljesítményű bővíthető pályavilágító testtel és a 35 fejes inox öntözőrendszert is. A hazai és vendég kispadok előtt műfüvesítettek, labdafogó hálót húztak fel és elkülönített játékos kijárót is kialakítottak. A szurkolók kényelméről is gondoskodtak a 392 férőhelyes, közel 680 négyzetméteres fedett, oldalról nyitott lelátóval. Ez alatt kapott helyet a két csapatöltöző, két bírói öltöző, mosdók, egy gépház, benne két kondenzációs kazánnal és keringető szivattyúkkal. Szintén a lelátó alatt alakították ki a hőszivattyú és öntözőrendszer gépudvarát és a raktárhelyiségeket. A meccsre érkezők 16 személygépjármű, egy mozgáskorlátozott és két buszparkolóban hagyhatják biztonságban a járműveket. Régi álma teljesült a Újfehértó város lakosságának. Újfehértő nagyon sportszerető település, nagyon sok sport létesítményünk, illetve nagyon sok sport egyesületünk és nagyon sok sportoló ember él ebben a városban. A futball is egy ugye legkedveltebb sport itt nálunk is, de sajnos a korábbi létesítményeink nem igazán voltak alkalmasak arra, hogy igazán közönségvonzó helyszín legyen. Ezen a területen ugye 100 éve ez a hely a futballpályának, ez a hatodik pálya, amely most itt megépült az elmúlt évtizedekben, de ez az a pálya, ahova már nyugodt szívvel le tudják engedni a szülők és a gyerekeiket, hisz nagyon fontosnak tartom azt, hogy minél több gyerek mozogjon, és ugye a focit a legkönnyebb megtanulni, nem sok minden kell hozzá, de eddig ugye a korábbi infrastruktúrális helyzetünk nem igazán volt vonzó a szülőknek, jó magam is szülő vagyok, és azért nem mindegy, hogy a szülő milyen körülmények közé engedi a gyerekeit sportolni. A sportközpont megépítése nem csak Újfehértó életében nagy mérföldkő. Ilyen sportpálya a térségben nincs. Ez az első, úgyhogy mintaként szolgálhat a többi település számára is. Nyilván fogják mondani, hogy hát az állam segítsen ebben. Segít az állam ugye a TAO segítségével, de az önkormányzatnak is hozzá kell tenni magát. Most Újfehértón a sor, hogy megmutassa, hogy hogyan kell karbantartani egy ilyen pályát és üzemeltetni. A tervek szerint az új sportpályán nyílt napokat is tartanak majd, hogy minél több gyerek kipróbálhassa és kedvet kapjon a focihoz. Az új pályát jövő hét szerdán az NB1-es Kisvárda elleni mérkőzéssel avatja fel az Újfehértói csapat.